ahogy Nadler Herbert megírta, a szarvasbőgés a szeptemberi cserkészet mindennapja, a vadásznak ünnepe, mert a szabad természetben virradással, alkonyattal, sötét éjjel és verőfényes nappal, árnyékos szállásokban és napsütötte réteken, hol templomi csendben, hol harsogva bőgő bikák között tölti. Tökéletes boldogság ilyenkor egyedül az erdőben járni. Szeptember elejétől általában október végig is tarthat a szarvasbőgés időszaka országszerte, így a zalai erdőkben is. Ezekben a hetekben nagyvad szerelmes bőgésétől hangos az erdő. A szarvasok egymás mellett sétálva mutatják meg fejkoronájukat, és kezdődik a rivalizálás. A viadal mindaddig tart, amíg az egyik meg nem hátrál, vagy el nem menekül. A magyar erdők királyainak párbaját megfigyelni páratlan élmény, de fontos, hogy közben ne zavarjuk meg az állatokat.